egyes kérdezők a Mária tisztelet biblikus gyökereiről szeretnének többet tudni, néhányan a Mária ünnepekről érdeklődtek, talán éppen az augusztus folyamán ünnepelt nagy boldogasszony miatt, úgyhogy a mai műsorban ismét a Szűz Mária személyéről beszélgetünk majd. Az egyik kérdezőnk szerint a Mária tisztelet létjogosultsága igencsak megkérdőjelezhető, mert maga Jézus is elutasítja ezt, ugyanis Máté evangéliumának 12. fejezetében azt olvashatjuk, hogy Szűz Mária felkeresi Jézust, és beszélni akar velem. Ekkor valaki szól Jézusnak. Anyád is rokonaid kint állnak, és beszélni szeretnének veled. De ő megkérdezte, ki az anyám, és kik a rokonaim. Aztán kitartta a tanítványai felé karját, és így szólt, ezek az anyám és testvéreim, akik teljesítik mennyei atyám akaratát, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. A levél író szerint ebből arra lehet következtetni, hogy Jézus szerint Máriát nem életi meg kiemelt tisztelet, hiszen ő minden követőjére úgy tekint, mint anyára és rokonaira. Hadd kezdjem azzal a választ erre a kérdésre, hogy az evangéliumnak egy nagyon-nagyon szép és sokat mondó jelenete ez. Próbáljuk kicsit elképzelni a helyzetet. Rengeteg ember hallgatja Jézust. Zsúfolásig tele van egy ház, az udvar. Ámulattal hallgatják, órákon át Jézus beszél, szinte isszák a szavait. Ahogyan egy helyen az evangélium megjegyzi, hogy soha ember még úgy nem beszélt, mint ő az emberek ámulattal hallgatják Jézust. És egyszer csak megjelennek Jézusnak a családtagjai, unokatestvérei, rokonai. Az evangéliumból tudjuk, például János evangéliuma leírja, hogy sokan Jézus rokonai közül nem hittek benne. Márk evangéliuma pedig följegyzi, hogy egy alkalommal eljöttek érte Názáretből a rokonok, és haza akarták vinni erőszakkal, mert azt mondták, hogy megbolondult. Tehát egyáltalán nem voltak olyan emberek, a rokonok jó része nem volt olyan ember, aki Jézust értette volna és követte volna az első időkben. Nyilván itt nem a szüzanyáról van szó, hanem a többi rokonokról, annak a testvérekről. Mintha ezek a rokonok azt mondanák Jézusnak, hogy hagyd abba ezt a sok beszédet, mi van neked ehhez a gyülevész népséghez, vámosokhoz, utcanőkhöz, más bűnösökhöz, a rengeteg beteghez, térvégre, észre, gyere haza, mi vagyunk a te családod, közénk tartozol. És Jézus akkor végtelen szeretettel végignéz az őt hallgató tömegen, egyszerű embereken, szegény asszonyokon, gyerekeken, férfiakon, és azt mondja nekik, hogy ki az én anyám, kik az, ki az én testvéreim, ti vagytok az én családom. Aki az Isten szavát meghallja, megteszi, az nekem mind testvérem, nővérem és anyám. Vagyis Jézus azt mondja, hogy ezek az emberek neki nem csak valami fajta feladat, amit esetleg abba, hagy, nem csak kliensek, akikkel éppen foglalkozik, ők az Isten családja, egy nagyon különleges, nem szerinti család, amelyről ő máshogy is beszél, azt mondja, hogy aki értem, elhagy, apát, anyát, testvért, nővért, az száz kap már itt a Földön, anyát, testvért és nővért. Ad nekünk egy új családot. Vagyis az evangélium mindenkött egy nagyon nagy örömhír. Azt mondja, hogy Jézusnak testvére, nővére, anyja lehetünk. Mit mond itt Jézus? Azt mondja, hogy aki Isten akaratát megteszi, az nekem, mint testvérem, nővérem és anyám. Ezzel egyáltalán nem a szüzanyát akarja kizárni. Ebből a, a nem vérszerinti családból. A szüzanya ebben is első. Azt olvassuk az evangéliumban, hogy a szüzanya teljes lelkével az Isten hívására megnyílt. Amikor az angyal köszönti őt az Isten tervét számára, tudtul adja Mária ezt, mondja, hogy az Úr szolgáló lánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. Mária egyszerűen hallgatja az Úristen szavát, a szándékát, és igent mond rá. Az Isten egyáltalán nem erőszakkal lép be a történelembe, az Úristen mindig is tiszteletben tartja az ember szabadságát. És így volt ez a megtestesüléskor is. Ahhoz, hogy az Isten testet ölthessen, ahhoz kellett valaki, aki az egész lényét ő neki kitárja. Szent Bernát így mondja, hogy évszázadokon át az Úristen kopogtatott az emberiség ajtaján, várta, hogy valaki egész lényével neki igent mondjon. Mária volt ez a kapu, akin keresztül Isten beléphetett. Egy hatalmas igen volt az egész lénye. Vagyis a szüzanya ebben is első, hogy Isten akaratát hallja, és megteszi, beengedi őt az életébe. És ezért Jézus a kereszten, ő rábízza a tanítványait. Ő a legelső a tanítványai közül. A kereszten azt mondja, ahogy meglátja a szeretett tanítványt, hogy asszony, nézd a te fiad, és fiú, nézd a te anyád. Vagyis rábízza Jánosra, a szüzanyát, és még inkább a szüzanyára rábízza a szeretett tanítványt és az összes többi tanítványát is. Nem véletlen, hogy a szüzanya ott lesz pünköst előtt, ahogy várják a tanítványok a szent lelket, és ott van pünköstkor is, amikor a szent lélek kiárad, és az egyház megszületik. Tehát ebben is első. Jézus a szüzanyát vezeti ezen az úton, kicsit talán lehet azt mondani, hogy néha határozottan, vagy, vagy erősen, abban, hogy, hogy édesanyából, a pusztán testi édesanyából tanítványjá is legyen. És azt látjuk, hogy ez a folyamat, ez beteljesedik aztán a kereszten. A szűzanya hallja, érti Jézusnak a szavait, ezt is nagyon jól értette hogy neki nem csak testirokonnak kell lenni, hanem ilyen értelemben is Krisztus testvérének, nővérének, anyjának kell lenni, hogy Isten igéjét hallgatja, befogadja és megtartsa. De ismét jelzem, hogy maga a szentírási rész, amit hallunk, gyönyörű, szép, örömhírt tartalmaz, mindannyian az Isten családjának a tagjai lehetünk. A Szentírásban sokakat gondolkodóba egy néhány eset, amikor Jézus elutasítóan viselkedik Máriával szembe. Amikor az elveszettnek hit Jézus, 12 éves Jézust megtalálják a templomba, szinte megtagadja a szüleit, amikor azt mondja, hogy neki a mennyei atya dolgai fontosabbak, mint ők. A kánai mennyegzőn pedig amikor Mária jelzi, hogy elfogyott a bor, Jézus szinte letorkolja, amikor ezt mondja mi közük ez asszony mi közünk ehhez asszony. <kül> Bizonyára vannak, akik ezeket az eseményeket úgy értelmezik, hogy Jézus nem teljesíti az atyádat és anyádat tisztelt parancsolatát a tíz parancsolatból. Hadd nézzük végig ezt a két jelenetet is. Először is a 12 éves Jézus a templomban. Krisztus a fogantatásától kezdve az élő Isten fia, ahogy mondja a János Evangélium prológusa, az örökige, aki testet ölt. Azonban, mint ember, ő ezt a, az Isten fiúságot nyilvánvalóan lassan tudja fölfogni és megfogalmazni. Amikor csecsemőként Betlehemben a szűzanya ölében van, nyilván egyetlen emberi szót sem tud még kimondani, azt is majd úgy fogja tanulni. A szüzanyától, tehát ő éli ezt az Isten fiúságot, egyáltalán nem olyan ember volt, mint mi, a legelső pillanatától a létének ő Isten fia, és teljesen más módon élte meg a létét az első pillanatától kezdve, mint mi, de ezt nem tudta még világos szavakkal megfogalmazni. És talán a legelső pillanat, amikor ezt ki tudta mondani, az pont 12 évesen a templomban. Történt, ahol hirtelen rászakad ennek a fölismerése, hogy neki az Isten az egyáltalán nem olyan, mint a többi embernek. Ő nem csak úgy jön ide a templomba, hogy imádkozzon, tisztelje az Úristen, halljon róla a parancsait, igyekezzen megtartani, hanem neki az Isten atya, és ő itt van otthon. És akkor erővel rászakad ez, hogy mindent elfelejt. Én azt gondolom, hogy nem úgy kell elképzelni azt, hogy Jézus ott marad, mint egy ilyen kicsit kamaszos engedetlenség, vagy Jézus válaszát is, amit mond itt Márjának és Józsefnek, hogy miért kerestetek, nem tudtátok, hogy az én atyám dolgaiban kell lennem. Ez se egy ilyen kicsit pökhenni gyerekes mondat, hanem Jézus egy hatalmas nagy élményt él át, mindenről megfeledkezik. Tehát ő nem akar fájdalmat okozni, egyszerűen csak számára akkor a világ megszűnt. Talán először életében ízlelgette ezt a szót, hogy abba, atya, ezt visszhangozta ő napokon át. Boldog volt, hogy a, az atya házában lehet. És úgy gondolom, hogy a szűzanyát és Szent Józsefet sem jó úgy elképzelni, mint akik ezen meg lennének sértve, vagy akik számára ez fájdalmat okozott volna. A szüzanya kezdettől fogva tudta, hogy ez a gyermek az élő Isten fia, vagyis nem teljesen az övé. Gyönyörűen ábrázolja Michelangelo a Pietá szoborban a szüzanyának a lelkületét, ahogyan a, a keresztről levet Jézus tartja, valahogyan azt a mozdulatot idézi föl a szobor, mint amikor Betlehemben a gyermek Jézus tartott. Egy nagyon fiatal szüzanyát látunk itt. Az arcán végtelen békesség van, végtelen szépség, hála. Mintha ez a szűzanya azt mondaná, hogy ez a gyermek soha nem volt egészen az enyém, az atya fia ő, Boldog vagyok, hogy szolgálhattam, hogy a, a megváltás művének része lehettem, visszaadom őt az Atyának. A szüzanyában végtelen békesség van. Itt is, ahogy látja, hogy a Jézusnak az emberi lelke is megnyílik, meg tudta ezt fogalmazni életében először, hogy ő neki az Isten Atya. A szüzanya boldog. Ezt is olvassuk az Evangéliumban, hogy Mária szívébe véste a szavait, és gyakran elgondolkodott rajtuk. Tehát egyáltalán nem valami sérelem van itt a szüzanya szívében. Nézzük a másik jelenetet, a kánai mennyegző jelenetét. Talán már önmagában ez is meglepő, hogy Jézus így szólítja az édesanyját, hogy asszony. Van ennek ö, többfajta oka ami miatt ez így történik. Egyrészt az ókori keleten nagyon sok esetben ezt látjuk, hogy akár mondjuk egy császár, vagy egyiptomi uralkodó, vagy egy filozófus a saját édesanyját így szólítja meg. Tehát ez egy, egy tiszteletteljes, szép megszólítás volt abban az időben. Illetve valószínűleg az evangélium utalni akar ezzel a megszólítással egy nagyon mély titokra. Talán emlékeznek a kedves hallgatók arra, hogy van egy másik jelenet, ahol Jézus asszonynak szólítja az édesanyját a kereszten. Asszony, éme a te fiad. Ez a két jelenet az evangélium elején és végén található, mint egy kerete az egész János evangéliumnak. És úgy tűnik, hogy az evangélista vissza akar utalni az első asszony teremtésére. A Biblia elmondja, hogy Ádámnak, az első embernek az oldalából születik meg az első asszony. Így teremti meg a, az Úristen minden élők anyját, évát. És a kereszten függő Jézusban ugyanez a titok jelenik meg, az ő oldalát is a katonalánzsája megnyitja és ebből víz és vér folyik ki, ami szimbóluma a kegyelem folyójának, amiről beszél egyébként nagyon sokat a Biblia, hogy a templomból forrás fakad, ami életet ad a világnak, Jézus teste, a megnyílt templom, amelyből az életvize fakad. Szimbóluma a vér és a víz, minden bizonyal a keresztségnek és az eukarisztiának is. Tehát Jézus az új Ádám, az új templom az ő megnyílt oldalából születik egy új emberiség. Az új asszony az egyház, amelynek a legtökéletesebb legelső képviselője és tagja a szüzanya. Ez az oka annak, hogy a szüzanyát így szólítja a János Evangélium elején és végén Krisztus, hogy asszony. A kánai mennyegző egy kicsit előrejelzi a kereszt pillanatát. Erre utal az is, amit Jézus mond, hogy még nem jött el az én órám. Az ő órája, a megváltás órája, a kereszt órája. Akkor fog ez a titok beteljesedni. Az igazi mennyegző, ami történik Jézus által, ez Isten és ember mennyegzője, az örök szövetség. Nagyon gyakran az evangélium az Isten országát mennyegzőhöz hasonlítja. Királyi mennyegző, ahova hívja az Isten az embert. Az igazi mennyasszony ezen a mennyegzőn az emberiség, a nép. Így mondja szintén a János evangéliumban keresztelő János, hogy a mennyasszony a vőlegényé. A vőlegény barátja, vagyis János, csak ott áll a vőlegény, vagyis Krisztus mellett, és örül annak, hogy az ő hangját hallhatja. De a mennyasszony az emberiség a vőlegényhez tartozik. Hogyis a kánai mennyegző az csak előrejelzi ezt a nagy mennyegzőt, Isten és ember szövetségét. A kánai mennyegző bora előrejelzi Krisztus vérét, amiben ez a mennyegző meg fog kötődni. Nagyon érdekes az is, amit a szüzanya mond, erre az első olvasatra talán elutasításnak tűnő Jézusi mondatra azt mondja a szolgáknak, hogy amit csak mond nektek, azt mind tegyétek meg. És ez a mondat szinte szó szerint elhangzik a Bibliában sokkal korábban, a sínai hegy alatt, amikor ott van a, a választott nép, és Mózes által az Úristen bejelenti nekik, hogy meg fog jelenni a Sínai-hegyen, készüljenek föl erre a nagy találkozásra. És akkor a nép azt feleli, hogy amit csak az Úristen parancsol, azt mi mind meg fogjuk tenni. Amit csak ő mond nekünk, azt mind megtesszük. És erre olvassuk a Szentírásban, hogy az Úr kinyilatkoztatta a népnek a dicsőségét, az Úr dicsősége megjelent a sínai hegyen. A szűzanyag kicsit úgy áll a kánai mennyegző jelenetében előttünk, mint a tökéletes Isten népe, az új Sion leánya, aki ezt a mondatot ismétli, amit az Úr mond, azt mind megtesszük. Tökéletes hittel van Jézus iránt. És ezt írja az evangélium, Jézus kinyilatkoztatta a dicsőségét, ahogy a sinai hegyen megjelent, az Úr dicsősége valahogyan így a kánai mennyegzőn megjelenik Jézus dicsősége. Vagyis a szűzanya úgy jelenik meg, mint a tökéletes hit mintaképe, aki a teljes hit mondatát e, kimondja itt az Evangéliumban. Azt látjuk tehát, hogy Jézus a legelső csodáját az édesanyja közbenjárására kérésére teszi. Vagyis egyáltalán nem egy elutasításról van itt szó, egy nagyon mély utalás a kereszt jelenetére, és a szüzanya úgy jelenik meg ebben a kánai elbeszélésben, mint az egyháznak, az Isten népének a legtökéletesebb tagja. Egyébként, hogy Jézus engedetlen lett volna, ezt maga az evangélium cáfolja, Lukács evangéliumában olvassuk, hogy a 12 éves Jézus hazament a szüleivel, és engedelmeskedett nekik, növekedett bölcsességben és kedvességben. Tehát annak ellenére, hogy ő Isten fia volt, az emberi szüleit végtelenül szerette és tisztelte. Egy kérdező a következő írja. Nagy szombattól pünkösdig az úrangyala helyett a Regina céli imádságot mondjuk, aminek a kezdősora így hangzik, mennek királyné asszonya. Ha ezt egy protestáns keresztény meghallja, joggal vádolhat minket bálványimádással, hiszen a királyné szó azt jelenti, hogy az illető a király felesége, vagyis úgy tűnik, mintha ebben a himnuszban Máriát Isten feleségeként tisztelnénk. Egyébként, ha a királynő kifejezést használnánk, az sem lenne helyén való, hiszen a menny király a Jézus Krisztus, így Máriát, főleg mint embert, semmiféle uralkodói címmel nem ruházhatjuk fel a mennyben. Vajon mi erre a magyarázat? A hat kezdjem azzal, hogy a, a királynői cím a szűzanya számára különleges megerősítést kapott 1954-ben 12. Pius pápának a döntése által, aki elrendelte a szűzmária királynő ünnepet augusztus 22-ére, vagyis hét nappal nagyboldogasszony ünnepe után a szüzanyát az őristen fölveszi a mennybe, megdicsőíti, és a mennyei dicsőségben egy különleges megtiszteltetést, úgymond koronát kap. Ennek a, az ünnepnek a legfontosabb bibliai háttere a jelenések könyvének a látomás, a jelenések könyve 12. fejezet. Ahol azt olvassuk, hogy az égen egy nagy jel tűnt fel, egy asszony, akinek öltözete a nap, lába alatt a hold, fején 12 csillagból korona. Az asszony szülési fájdalmában kiáltozott, fiúgyermeket szült, aki vaspálcával kormányozza a nemzeteket. Tehát teljesen világosan itt a messiásnak az édesanyjáról van szó, az asszonyról, aki megszüli a messiást szimbóluma az asszony átvitt értelemben az egyháznak is, de konkrét értelemben magára, a messiás édesanyjára vonatkozik a jövendőlés. A jövendőlésben arról is hallunk, hogy a sárkány harcra kell az asszony, illetőleg az ő gyermeke ellen. És hát visszautal itt a, a jövendőlés, vagy a látomás a Teremtéskönyvének az elbeszélésére, ahol arról hallunk, hogy az Úristen ellenségeskedést vet az asszony és az ő ivadéka, illetőleg a kígyó és az ő ivadéka közé. És az asszonynak a gyermeke, a messiás majd a kígyó fejét szét fogja taposni. A kígyót azért is tekinti, az ókori ember, és hát különösen a Biblia a gonosz szimbólumának, mert van benne egy gonosz bölcsesség, mérget termel magában, vagyis egy különleges boszorkány konyha, a kígyó bölcsen ezt a mérget össze tudja állítani magában, ki tudja keverni. Azonban ez a bölcsesség egy gonosz bölcsesség, mert halált hoz egy gyilkos tudás. A szűzanya az, aki legyőzi a kígyót, annak ellenére, hogy neki semmi különleges földi emberi bölcsességen nem volt. Soha iskolában nem járhatott abban az időben lányoknak a számára. Ez a lehetőség nem volt nyitott. Mégis bölcsebb volt a, a földnek a, tudósainál, így is nevezzük őt, hogy bölcsesség széke, mert ő hozta világra az örök bölcsességet, az örök igét. Mária tudta azt, hogy az Úristen felé az egész lényét eh, hogyan kell megnyitni. Egy hatalmas igen volt az ő élete Isten felé. Ezt látja, ezt ünnepi a jelenések könyve, tehát a mennyek királynőjét, aki édesanyja lett a messiásnak hogy a szűzanyag királynő ez visszautal az ószövetségre, és ahol különlegesen fontos szerepe volt a király édesanyjának. Ez gyakran kicsikét félreértik a biblia fordítások. Gyakran úgy ö, ábrázolják és úgy fordítják, mintha a király feleségéről lenne szó. Azonban a, az ókori időkben a legtöbb judeai királynak sok felesége volt. És a sok feleség közül az, hogy melyik lesz a királynő, melyik lesz a legfontosabb, az akkor derült ki, amikor az ő fia király lett. Vagyis tulajdonképp a férje halála után lett ő igazából királynő, a többi feleség közül akkor emelkedett ki. Ez teljesen világos a királyok könyvéből, ahol a király neve mellett mindig az édesanyát ö, nevezik meg. És az a Zsoltár is, amit mindannyian jól ismerünk, ebben az értelemben értendő, ahol azt olvasjuk, hogy jobbodon áll a királynő, ofír aranyával ékesítve. Ez nem a király felesége, hanem a király édesanyja. És akit hoznak később, a Zsoltár másik felében erről hallunk, egy fiatal lányt a király feleségéül, az ténylegesen a király felesége lesz, ő neki szól a menyegzős éneknek a második része, de az eleje az a király édesanyjáról szól. A szűzanyával kapcsolatban a Lukács evangélium azt is jelzi, hogy ő Dávid családjából származott. A családfa, amit Lukács közöl, az erre mutat rá, az angyal szavai Jézusra vonatkozóan azt mondják, hogy ő Dávid trónján fog ülni, országának soha nem lesz vége. Tehát a szűzanya elsősorban ebben az értelemben királynő, hogy ő szülte a királyt. Ő az édesanyja a messiásnak, az ég és a föld királyának. Egy kicsit átvittebb értelemben úgy is ö, tekinthetjük a szűzanyát királynőnek, mint az Úristennek a mennyasszonya vagy jegyese. Mint az új Éva, aki a legtökéletesebb tagja és példája az egyháznak. A megváltás nagyon gyakran így ábrázolja a Biblia, hogy Isten és ember nász a királyi mennyegző. Erre utal, ahogy szóltunk, erről a kánai mennyegzőnek a képe, vagy nevezi az Isten népét így is a Biblia, hogy Sion leánya akinek az Úristen újongva örül. Azt mondja, hogy országadat nem hívják többé elhagyottnak, hanem így neveznek téged, hogy menyasszony. Tehát az Úristen végtelen szeretettel szereti az embert, mint a vőlegény a menyasszonyt. A szűzanya ennek az Isten népének a legtökéletesebb ö, tagja és szimbóluma, ilyen értelemben is ő királynő, mint az Isten menyasszonya. Nem csak egy embert hozott, létre, hozott világra a szűzanya, nem csak az ember Krisztust szülte meg, hanem magát a, az örök igét, a fogantatása első pillanatától ő maga az élő Isten fia, ezért így is nevezi őt az Efezusi zsinat, hogy Isten szülő, Teotokos, aki világra hozza az ég és a föld királyát, Ebben az értelemben ünnepeljük a szüzenyát, mint a menny királynőjét. Egy újabb levélíró kérdése így hangzik. A munkám miatt hosszú ideig dolgoztam különféle európai országokban, és a nagyboldogasszony egyikben sem volt parancsolt ünnep. Nálunk viszont az. Ez miért van? Lehet, hogy van ország, ahol például a karácsony sem parancsolt ünnep, én úgy gondoltam eddig, hogy erről a Vatikán illetékes szervezete dönt, és ez az egész világra érvényes a szabályozás, vagy mégsem? Hát sajnos, hogy mik a munkaszüneti napok, ezt nem a, az egyház, meg nem a hívő emberek, meg nem is a Vatikán dönti el. Nyilvánvalóan az, hogy egyházilag mi parancsolt ünnep, mik a mi nagy ünnepeink, az természetesen az egyház határozza meg ősidők óta. Ez mindig is így volt, de hogy államilag ezt munkaszüneti nappá teszik-e, ez egyes államoktól függ és nyilván országonként változó. Hadd mondjak egy néhány példát arra, hogy mik a munkaszüneti napok Európa országaiban. Valóban nagy boldog asszony, tehát augusztus 15-e, elég sok európai országban nem munkaszüneti nap. Nem munkaszüneti nap a tipikusan protestáns országokban, például Norvégia, Svédország, Dánia, Finnország, Nagy-Britannia, Hollandia, Svájc, Csehország. És van még egy jó néhány ország, ahol nem, mint Bulgária, Írország, Németország, Románia, Szlovákia. De nagyon sok olyan katolikus gyökerű ország van, ahol nagy boldogasszony az munkaszüneti nap, például Franciaország, Belgium, Lengyelország, Olaszország, Portugália, Szlovénia, Horvátország, sőt, munkaszüneti nap Görögországban is, tehát van azért jó néhány olyan európai ország, ahol nagy napja államilag is munkaszünet. Hadd mondjak még egy-két érdekes példát, hogy mik munkaszüneti napok az egyes országokban. Van sok, olyan ország, ahol a nagy hét fontos napjai, például nagy csütörtök, nagy péntek, szintén államilag munkaszüneti napok, mint például Dánia, Norvégia. Tehát ahol nagyon fontos a húsvét titka, ott ezeket tették munkaszüneti nappá. A kérdező kedves levelében, ez is előjön, hogy vajon van-e ahol a karácsony sem munkaszüneti nap, és hát vannak ilyen országok, és ez talán számunkra meglepő, és többféle oka is van, az egyik az, hogy a, a régi ortodox naptár másképp ö, ö, máskor tartja a karácsony, tehát jóval később van a karácsony ünnepe azokban az országokban, ahol a Gergely naptárt nem vették át itt tehát december 25 az nem munkaszüneti nap Oroszországban. Szintén nem munkaszüneti nap Ukrajnában. De Törökországban sem, ami meg pedig nyilvánvalóan muzulmán többségi ország, és emiatt nem tették ezt állami ünnepé. Az, hogy valami egyházilag parancsolt ünnep, és államilag pedig munkaszüneti nap, ez a kettő nem, Azonos. Ezt a kedves testvérek jól megtapasztalhatták a tavalyi évben, amikor a püspökkar két ilyen típusú döntést hozott. Az egyik az, hogy január 6-a vízkereszt napja, mostantól fogva parancsolt ünnep, annak ellenére, hogy nem munkaszüteni nap Magyarországon. Tehát egy hétköznapra eső és ö, rendes munkanapra eső parancsolt ünnepként vonul be a mi naptárunkba. Ez nyilván a híveknek is jelent egy kis nehézséget, meg atyáknak is feladatot, hogy kellőképpen a hétköznap esti szentmisével biztosítsák ennek a lehetőségét, a hívek részvételének a lehetőségét. A másik ünnep, amivel kapcsolatban határozott a püspök ez november elsője, minden szentek ünnepe, ami eddig is munkaszüneti nap volt, de eddig nem volt egyházilag parancsolt ünnep, tehát ez hétköznapra is első ünnep, nem, nem egy a héttel együtt mozgó ünnepünk, hanem a naptárban stabilizált ünnep, nagyon gyakran hétköznapra esik, ilyenkor elvileg nem lett volna kötelező ezen a napon ott lenni, de mivel a világegyházban ez általában parancsolt ünnep nálunk államilag munkaszüneti nap, ezért a püspökkör így döntött, hogy mostantól nálunk is parancsolt ünnep lesz. Zárójelbe hadd jegyezzem meg, hogy nálunk a püspöki konferencia kommunista időkben nagyon lecsökkentette a parancsolt ünnepek számát, ugyanis akkoriban a legtöbb parancsolt ünnepünk nem volt munkaszüneti nap, tehát nagyon nehéz volt megoldani a szentmisére járást. A munkahelyek direkt a hosszabb ideig ott tartották az embereket, tehát keresztbe tettek annak, hogy ez lehetséges legyen. Emiatt csökkent le a parancsolt ünnepek száma. A, a világa nagyon kevés országban, ahol ennyire kevés a parancsolt ünnepek száma, ebben próbált a püspökkör egy kicsikét visszafelé lépni. Az utolsó kérdés pedig egy fiatal hallgatótól érdeklődött, hogy mit is jelent az, amiről a 20. században több pápa is ír, nevezetesen, hogy Szűz Mária minden kegyelem közvetítője. Találunk erre utalást a Bibliában, a Szentírásban. Én eddig úgy tudtam, hogy az isteni kegyelmet a szentségek közvetítik a számunkra, mint a hallgató. Természetesen a kegyelemnek a legfőbb közvetítője maga Krisztus. Így is mondja a Szentírás, hogy egy az Isten, egy a közvetítő Isten és ember között az ember Jézus Krisztus. Vagy Péter Apostol azt mondja, nem adatott az ég alatt más név, amelyben üdvözülhetnénk, csak Jézus neve által. Vagy Jézus maga azt mondja, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki nem jut az atyához, csak általam. Tehát Jézus a közvetítő, Akiben Isten ember lett, ő a híd Isten és ember között, mint az Isten ember köti össze az embert az Istennel. A szüzanya olyan értelemben közvetítő, hogy ő szüli Krisztust, ő adja a világnak. Ő nélküle a megváltás műve nem tudott volna megtörténni. Isten az ember szabadságát végtelenül tiszteli. Tehát szüzanya igenje nélkül a megváltás műve nem tud megvalósulni. Ilyen értelemben a megváltás művéhez a legközelebb a szüzanya van, aki az egész lényét kinyitja, a testébe, a lelkébe beengedi az Istent, és általa rajta keresztül árad a kegyelem, az üdvösség, amit Krisztus hoz a világra. Tehát ebben az értelemben mondjuk őt minden kegyelem közvetítőjének, hogy a kegyelem forrását, a közvetítőt, Krisztust, ő szüli, ő adja a világnak. Kedves hallgatók, ennyi fért a mai Hitkapuja műsorában. Nagyon köszönjük a figyelmüket mindenkinek. Szép estét kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindenak kell.